Megkezdődött vadászpilótáink számára is a felkészülés. Ők természetesen nem vonaton, hanem repülővel érkeztek. A tanteremben öregebb pilóták, olyanok, akik már néhányszor végrehajtották a célraindítás műveletét, ülnek olyanok mellett, akik először vesznek részt az éles lövészeten. A gyakorlottabbak tanácsokkal látják el ifjú társaikat. Gépátvétel. Hagyományos szertartás ez pilótáiknál. A szerelő társaságában körbejárják, meggusztálják, ellenőrzik a gépet. Ismerkednek egymással, hogy fent az égen barátokká váljanak. Szertartás, amit minden felszállás előtt elvégez a pilóta. Ez a repülés előkészítésének pillanata, csak ezután következhet a felszállás. A vadászpilóták is parancsot kaptak a felszállásra. Egymás után gördülnek a felszállópálya felé a hangsebességnél gyorsabb repülőgépek. Hatalmas robajjal szakadnak el a gépek a földtől, és húznak fel a felhők fölé. Ilyenkor irtóztató súly nehezedik a pilótára. A meredek ívű emelkedéskor, vagy a fordulatok végzésekor a gyorsulás következtében a test súlyának többszöröse hat a pilótára. Ezért